József Attilán elszavaljuk minden iskolai ünnepségen. József Attila, ne unjuk, igen. Duna, Anszika, elugyás szépen kis Balán, József Attila próbálta írni azt a verset, amit ő elképzelt, de a szomszéd szobából jött. Attila, itt vagy, hol lennék? Attila, mit csinál? Semmit nem csinálom! Attila, szomjat! Nem vagy szomjat! Attila, pisilni, nem kell pisilni! Magam is nagyon szeretem a stand-up komédit, nagyon szeretem a humort, és rájöttem, hogy ezt a kettőt azért össze lehet kapcsolni, mert Grillus Dani barátom stand-up poetrynek nevezi, tehát van is ebben valami. Ezért írtam egy keltetőt ezekből a tapasztalatokból. Kinyitja fél szemét az ég, a Duna mézes sárga réz, kávé illat lengszer teszét, ébredj fel gyorsan, kis Teréz. Ébred a tócsában a nap, mint félszeg részek heherész, kis fényfejet arcodba csap, ébredj fel gyorsan, kis Teréz. Voltál álmodban kis Balázs, szemész, vegyész vagy ékszerész, most lehet újra iskolás, ébredj fel gyorsan, kis Teréz. Hiszek abban, hogy a humor az nem föltétlenül valaminek az elbagatelizálása, hanem egyszerűen ilyen lelki letapadásokat, slájmokat segít felröhögni, vagy felköhögni. Meg egy kis anekdota nagyon sokszor többet jelent, és jobban megérzékíti az emberek számára azt, hogy hát a kötős ember pont azzal a problémával foglalkozik, mint én, ez nem egy ilyen marsbeli nyelv, vagy egy ilyen holdkóros történet. Szabó T. Anna kolléganőm, amikor én 40 éves voltam, írt egy verset az én 40 éves koromra, hogy ne nagyon szomorodjak azért rá, 40 után is van élet a Földön. Én meg azt gondoltam, hogy na jó, hát akkor válaszolok rá. És itt szabadult el a pokol, vagy a menny, vagy a nem tudom én micsoda, erre a válasz versenyre, hogy mi van, ha a nőci 40, ha 40, így kezdődött. Ezt 330 vagy 340 ezer ember nézte meg, tehát voltak ilyen nagy coming outok, hogy na hát én mindig utáltam a verseket, de ez milyen jó pofa, és így tovább, úgyhogy hát ez a nagy öröm, amikor persze azok is, akik a költészetnek nagy szerelmesei, de azok is, akik csak úgy barátkoznak vele, vagy esetleg még undorodnak is tőle, szóval, hogy hát, hogyha ilyen a kötni, akkor szeretem. Én azt hiszem, hogy az irodalomnak a halála az nem az, ha szeretik, vagy ha gyűlölik, vagy ha félreértik, vagy ha nem értik meg eléggé, hanem az, hogyha unják. A nőci, ha 40, még gondos a sminki, a nőci, ha 40, alig harisszál. A nőci, ha 40, már taxikat int le, és áll körülötte az éjjeli bál. A nőci, ha 40, már támasz a bajban, körötte pörögnek a létkörei, és úgy megy az utcán, mint penge a vajban, és nem bánja, ha medve ki átöleli. Úgyhogy ilyenek vannak. Például a verslavina kapcsán nagyon sok olyan költő, akik szakmai körben rendkívül jó hírnek, névnek örvendenek, Molnár Krisztina, itt a Kis Judit, Ágnes, Demény Péter most jutott el a közönséghez. Nagyon sokan mondták, hogy jé, hogy ennyi jó költő van, akik mind ilyen a formát is értik, a tartalmat is, a mát is érzik, és hogy miről szól az életünk. De jó, és ez addig is ott volt, csak így valaki nem nyitotta össze a két csatornát, az életét, ahol az emberek a saját kis dolgokkal veszkődnek, és költészetét. Egy Magyarországon élő kínai fickó, aki hajnali 4-kor már tajcsizva készült erőpróbáló munkanapjára a Budapesti utca szmogos friss levegőjén, egyszer kifejtette sommás véleményét az itteni táplálkozási szokásokról. De bennem van a kutyavér, mert én, hogy mondjam, színpadra készültem, én tenorista szerettem volna lenni, aztán nem lettem, mert így elkanyarodtam az irodalom felé. Ugye a magam színpadát kerestem tanáraim mérsékelt örömére természetesen, és úgy az osztályban is megvolt ez a helyem, hogy hát akkor Jani poénkodik meg minden. Te milyen tyukagyú városi fostos pisták vannak a világon? Fogadok, ez még a kalotaszegi szapor előtt jöktette, sem tudja megkülönböztetni a horót patkai sülülegélyestől. Az a Waldorf iskolás puha tökő elkényeztetett úri gyerekét neki. Nem minden szövegem olyan rögtön hozzáférhető, nyilván azok közül válogatok, amik talán jobban előadhatók, és az előadásra is igyekszem rátenni, ez is egyfajta értelmezés mindig, és aztán, hogyha valaki bemerészkedik egy könyvbe, akkor találkozik azokkal is, amik talán halkabbak, talán vívódóbbak, talán fájdalmasabbak, de olyan hangulat is kell, meg olyan hangulatban is vannak néha az emberek. És nekem 100-nál is több évi fellépésem van, móvisok, általános iskolások, gimnazisták, egyetemisták, felnőttek, egy mágikus pillanat, amikor megtörténik, hogy sokan jöttek el, és most egy valakiként ülnek itt. Minden ilyen alkalom egyedi, tehát ez is nagyon szórakoztató benne, és persze kihívást is jelent egyben. Jó esetben mindenki egy kicsit másképp megy haza, mint ahogy idejött.